Hadd térjek rá valamire, mert ugye a témánk az a Trianon meghaladása, és itt akkor egy fontos dologról érdemes beszélni, ami hát szintén Gézához, illetve az Antal kormányhoz kötődik. Ez az alapszerződések politikája. Szerintem ez volt az az innovatív elképzelés, ebben alapvetően az Antal kormány meg akarta haladni a trianoni traumát. Ugye az első ilyen az pont Ukrajnával történt 91. decemberében, ami ez egy olyan alapszerződés volt egyébként, amit az ellenzék támogatott, és az MDF egy része nem. Nagy része igen, de egy része az kifejezetten nem. És a későbbi törés csurkával is egyébként az visszavezethető erre a kérdésre. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon felelősségteljes és bölcs gondolat volt. Ennek a lényege az volt, hogy gyakorlatilag szerződéses keretekben keresztül biztosítani az ott élő magyarság számára az önrendelkezési jog, vagy az önkormányzatisági jogokat, az autonómiához fűződő jogokat. És hogy ezt a két ország tulajdonképpen egyfajta közös ellenőrzés gyakorol a vegyes bizottságokon keresztül. Az elgondolás az nagyon jó volt, ezt az akkori ellenzék is támogatta. Az más kérdés, hogy ez olyan, mint a tangó, partner kell hozzá. Ez akkor működik, hogyha vannak partnereink. Tehát a maga az alapszerződés, ma is azt gondolom, hogy a magyar-ukrán, ami ugye az első volt és kiinduló, de egyébként utána megszületett a magyar-szlovén, magyar-horvát, ezek azok ma is működnek és jók. Hát a magyar-ukrán már nem igazán. Ezt már látjuk. És az összes többi, ugye a románok és a szlovákok eleve az Antal kormány alatt el is utasították, mert éppen azért, mert ugye a közösségi jogok is szerepeltek a magyar-ukránba. Később a Hord kormány idején mi megkötöttük ezt a megállapodást, én akkor külügyi államtitkár voltam, de abban már sajnos a közösségi jogokat nem lehetett belevenni. Nagy külföldi nyomás, vagy nyugati nyomás volt rajtunk, hogy kössük meg, de még az sem működik, ami azokban benne van, és itt azt kell mondjam, hogy tényleg az a helyzet, hogyha a partnerek nem akarják, akkor ezek nagyon szép írott szerződések és anyagok, amiket majd lehet tanítani az egyetemeken, de nem váltották be azt a reményt, legalábbis a legtöbb vonatkozásban nem váltották be azt a reményt, amit hozzáfűztük. Egyébként a mai magyar-ukrán vitába is lehetne hivatkozni a magyar-ukrán szerződésre, mert a magyar-ukrán szerződés a nyelvi jogokra is kitér. Tehát ez egy meggyőződése ma is, ez egy nagyon jó szerződés. Sőt, az iskola egyetemi szintig, az iskola, a magyar iskola rendszer garantálja. Igen, tehát ez tulajdonképpen ez egy érvényben lévő szerződés. Én csodálom is, hogy erre nem hivatkozunk, mert ez a nemzetközi jog része, mind a két ország ratifikálta. Tehát én úgy érzem, hogy ez volt az az innovatív elképzelése valójában Antal Józsefnek, amivel nagyon pozitívan és konstruktív módon akarta meghaladni a trianoni traumát és a trianoni problematikát, ahogy meg lehetett oldani abban az időszakban. Az, hogy az eredményei felemásak, arról nem ő tehet. És nem, még azt is mondanám, hogy nem Magyarország tehet. Tehát ezek tényleg csak akkor működnek, ha ez részben partnerek vannak, részben pedig a nemzetközi környezet olyan, hogy kényszeríti, vagy legalábbis ösztönzi ezeket az országokat a szerződés betartására.